Jó estét kívánok! Keménykedni fogunk a mai Bajnokok városában, több értelemben és több témában is. Leginkább azért, mert szombaton egy profi ökölvívó, illetve nem csak ökölvívó gálát rendeznek Székesfehérváron a Lakeside Hotelben, ahol többféle szabályrendszerben küzdő versenyzőket láthatnak majd többféle mérkőzésen az érdeklődők, és lesz profi ökölvívó címmérkőzés is. Ez mindig egy jó hívószó és vonzerő alig, hanem mindez majd tehát a Lakeside Hotelben szombaton, és az esemény szervezője, a Videoton Box Klubjának vezetője Kiliti Ferenc van itt velem a stúdióban. Jó estét, köszönöm, hogy bejöttél. Jó estét, üdvözlök mindenkit. Működtök már egy ideje, hangsúlyt fektettek ugye az utánpótlás képzésre is, illetve természetesen a versenyeztetésre is, de talán ez lesz az első ilyen nagyon komolyabb hazai gála, amelyet megnézheti a nagy közönség is a versenyzőiteket. Honnan jött az ötlet, vagy mióta szerveződik egyáltalán ez a vasgála? A vasgála konkrétan január óta. Már korábban volt vízióm arról, hogy majd mit szeretnék csinálni, hogy képzelem el a folytatást. Ugye nagyon nagy szerepe volt ennek abban, hogy az ökölvívásban nagyon nagy átrendezés volt, a Rácz Félix kivonult. Azért neki egy jó 27 éves tapasztalat volt a háta mögött, tudomásom szerint, tehát megközelítőleg biztosan. Ugye bejött egy Covid helyzet, és nagyon nehéz volt a bunyósoknak minőségi lehetőséget kapni gálákon, mint menedzsmentben, ezért úgy gondoltam, hogy önjáróak leszünk. Ekkor alapította meg a Kiliti Promotions-t, és ennek a cégemnek az első ilyen nagyszabású rendezvénye lesz a Vas küzdősportgála, ahol főként fehérváriakat szerettem volna megmeccseltetni, úgyhogy a gála gerincét abszolút fehérvári srácok adják majd. Igen, hát ha már említetted, ugye Rácz Félix nem csak versenyszervezőként volt nagyon tapasztalt és nagyszabású személyiség itt a hazai profi ökölvívásban, hanem ugye saját istállója is volt, ahol azért nemzetközi karriert is tudott biztosítani a legjobbaknak. Gondolom, hogy hagyott valamiféle űrt maga mögött, nekem őszintén nincs nagy rálátásom erre a szegmensére a profi sportnak. Most jelen pillanatban ezt hányan próbálják betölteni, illetve egyáltalán lehet-e mondani, hogy van egy olyan magyar promóciós cég vagy iroda, amelyik versenyezteti a profi ökölvívókat? Igen, van a New School Promotion, őt most a Demeter Laci viszi mozgatórugójában. Ő ugye a Félix-el is dolgozott együtt, tehát abszolút megvan neki is a kellő tapasztalata. Hozzájött egy támogató, egy partner, akikkel így közösen összeállva rendezgetik ugye a gálákat. Nekik is most kimaradt egy jó időben, most áprilisban lesz nekik is egy, tudomásom szerint. Nagyon nehéz és megosztó, mert van, akik már idősebb sportolók, vannak, akik fiatalabbak, feltörekvők, és ez is csinált egy szakadékot ebbe összességébe. A Lacéknál is vannak bunyósok, nagyon sok szabadúszó van, én azt látom most, úgyhogy vannak próbálkozások, de őket emelném ki, hogy még ők, akik viszonylag nagyok tényleg. Beszéljünk majd arról, tényleg miből áll megszervezni, illetve mekkora feladat egy ilyen, vagy hány rétegű munka egy ilyen gálát tető alá hozni, de először nézzük akkor ennek a gálának a részleteit. Ugye a beharangozó írásokban, illetve mi is forgattunk riportot, elhangzott, hogy itt lesz box, illetve K1 is. Valójában esetleg valamelyik azért hangsúlyosabb lesz, valamelyiket a nézők, a szurkolók becsalogatása miatt szervezitek, vagy hosszabb távon is mind a két szabályrendszerben és sportágban akarsz majd működni? Folytatásról ezt még nehéz nyomon követni magamba is. Egyelőre tényleg az volt a koncepció, hogy fehérváriakkal töltsem meg főként a rendezvény. Nagyon sok olyan srác lejár hozzám ökölvívó edzésekre, akik rugósportokban már ügyesebbek, vagy csak kipróbálnák magukat. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy akkor csinálok egy ilyen amatőr bemutató részt, amiben az amatőr bunyósaim a Videoton Box Klubból, illetve azok, akik kipróbálnak magukat, meg tudják mutatni. Itt 6 mérkőzés lesz, ami tényleg egy ilyen bemutató jellegű lesz, eredményhirdetés nélkül, döntetlennel. Ez ugye főként tényleg az, hogy a srácok tudjanak meccselni. És akkor ebből jön egy profi rész, ott ugye azért viszonylag ismert nevek lesznek a fight cardon, nekik is ugye kell egy kis ringrózsa lepergető mérkőzés, illetve vissza kell rázódni magába a meccselésben, mert mindenkinek nagyon-nagyon sok idő kimaradt sajnos. A Videoton Box Klub most jelen pillanatban akkor mire helyezi a fő hangsúlyt? Nektek abszolút célotok volt ugye a fehérvári gyerekeknek, fiataloknak lehetőséget adni. Ezek szerint azért már magasabb szinten versenyeztetésben is ott vagytok, és jelen vagytok. És hát ott van a profi ökölvívás, ami megint egy külön
történet. Melyik a klub fő profilja? Kicsit komplexnek érzem ezt, ugye pont erre akartam saját magamnak egy infrastruktúrát, hogy amatőrtől egészen profiig tudjak menedzselni valakit. Nem tudom, hogy van-e ilyen így az országban, de biztos vagyok benne, hogyha van és kevés. Nekem ugye ez volt a fő, hogy amatőrtől végig profi karrierig tudjam kísérni a versenyzőket, a bunyósokat, és ez működik is. Az amatőr szinten nem vettem annyira részt még benne, mert nagyon fontosnak tartottam a menedzselést. Nem akartam csak úgy elvinni őket amatőr mérkőzésekre, hogy aztán negatívan zárják. Nem akartam csak úgy elhasználni őket idézőjelesen felkészülésekkel. Most, akiket akarok versenyeztetni, már beértek erre. Tehát készen állnak arra, hogy elmenjenek, megcsináljanak egy felkészülést, ringbe lépjenek éles helyzetbe és megmutassák magunkat. Uh-huh. És azok, akik most már, ugye a te testvéred is, beszélünk róla, majd Kiriti Tamás is címmérkőzést fog vívni, nyilván azért az ő háta mögött már van kellő tapasztalat. Szóval most a skála ettől meddig terjed? Tehát vannak ezek szerint ügyes gyerekek, vannak olyanok, akik gondolom azzal együtt, hogy mondod, hogy nem akarod túlversenyeztetni őket, de szereztek már tapasztalatot, és akkor vannak profik? Igen, akkor két mezőnyre osztom. Az amatőrök kb. Olyan 4-5-6-an vannak, főként srácok, akik most már készen állnak arra, hogy amatőr mérkőzésekre el tudjunk járkálni. Velük is folyamatos ugye a munka, ez lesz nekik az első ilyen nagyobb. Korábban már ilyen pofonpartikra, házi versenyekre eljártunk, tehát némi tapasztalat már van. Vannak profi versenyzőim, Kiriti Tamás és Nagy Angéla. Nagy Angéla most egészségügyi okok miatt nem tud debütálni, de vele is hosszú távon tervezek, illetve van az öcsém. De akkor még egy kicsit beszélek arról, hogy lesz egy nagyon komplex, összetett utánpótlás programom, Kiriti Akadémia néven, csak hogy még valamit hozzátegyünk majd a későbbiekben, ez pedig ősztől indul, de ezt majd még egy kicsit titkolom. A magyar ökölvívásban most akkor egyelőre az amatőr ökölvívásról beszélünk, mennyire tudtok meghatározó szerephez jutni, egyáltalán ott most mennyire fornak az indulatok, vagy pezseg az állóvíz, mert azért volt egy eléggé mély része, vagy eredményeket tekintve elég mélyre került ez a sportág itt Magyarországon, aminek nyilván egy következménye, hogy újra kell megtalálni a tehetségeket, újra fel kell építeni ezt az egész sportágat. Hogy érzed, mennyire tudtok ebben részt venni? Igen, van ennek egy viszonylag rossz oldal, hogy mindenki megy a saját maga feje után, én azt látom ebbe a szakákba. A srácaim mondjuk egy-két éven belül biztos ő benne, hogy eredményt tudnak majd hozni, mérvadó eredményt. Tehát most ebbe az évben elkezdjük az aktív versenyzést, nekem célom, hogy legalább egy-két válogatottam legyen. Fontos, hogy szeretném majd őket, akik szeretne természetesen átvinni, átkísérni úgy a profi világba, hogy félprofi mérkőzéseket csináljak nekik. Ez is egész egyedülálló Magyarországon, nem is tudok arról, hogy így konkrétan ezzel valaki így foglalkozna. Ketté szakadt az egész. Vannak az amatőrök, vannak a profik. De én azt gondolom, hogy ha valakiben nincs bent mondjuk amatőrben egy olimpia, nem biztos, hogy 18-19-20 éves korában úgy kell ezzel olyan téren foglalkozni, mert pénzt nem nagyon fog tudni belekeresni. Rengeteg idő és energia feláldozása az, hogy valaki valóban jó versenyző tudjon lenni, akkor viszont át kell menni profiba, ott viszont egy jó menedzserrel el lehet érni eredményeket. És mit jelent a félprofi? Ott mi az, ami a különbözik? Félprofi az hasonló, tehát az amatőr és a profi világ között van, ezek négy menetek, ugye itt már nincsen trikó, tehát az amatőr versenyzőket szépen átkíséri tulajdonképpen a profi körülményekhez. Azért az amatőr gálák nagy része egy-két kivételével majdnem csak tornatermekben zajlanak. Azért egy profi gála, mint például amit mi is szervezünk, komoly fénytechnika, komoly hangtechnika, szerintem teltház lesz szombaton a gálánkon, tehát azért ez teljesen más küszöböt ad egy versenyzőnek, mint hogyha mondjuk elmegy egy tornaterembe, és ott kimegy mondjuk csak a családtagja, és akkor ott van egy kis hangzavar, itt meg azért egy kicsit komplexebb lesz. Biztos, hogy amit mondasz, az igaz, hogy aki nem látja maga előtt az elérhető célt amatőrként, az könnyebben csábítható át, hogy próbáljon profi mérkőzéseket. Ugyanakkor nyilván gondolom ez egy felelősség is, hiszen azért, hát hogy mondjam, szétveretni valakit nyilván nem cél. Csak hogy elmondhassa magáról, hogy játszott vagy vívott profi mérkőzést, mekkora idő az, vagy mekkora felkészültséget igényel, hogy valaki egyáltalán odaállhasson akár egy félprofi mérkőzésre?
Ugye komplex maga ez, ez azért függ élettanilag is, hogy hány éves sportolról beszélünk. Nyilván az utánpótlásban 16-17-18 azért teljesen más erőt képviselnek, és máshogy kell nézni őket. De egy felnőtt ember, aki már meg tud csinálni egy teljes felkészülést, legyen az 6-7-7-7-8-7, őket azért már oda lehet engedni, én azt gondolom. Lát az edzőnek és a menedzsernek látni kell az, hogy kibe van bent. Azért nem akarok általánosítani, mert ez ugye ez egy egyéni sportág, itt ez egyénfüggő tényleg. Kinek milyen a hozzáállás? Most a hozzáállás profiként úgy értem, hogy nem mindegy, hogy mennyit alszik, mit eszik, hogy éli a mindennapjait, és csak ezeken felül jön az az edzésmunka, amit el is kell végezni. Tehát nagyon összetett ez a dolog tényleg. És mennyire vonzó manapság a gyerekeknek az ökölvívás, akik mondjuk tényleg ott kezdik az alapoknál? Ez szerintem egy kicsit vékony ég, mert mi például az utánpótlással a nagyon gyerekekkel nem üttetünk egymásra fejre. Tehát a kontaktot abszolút kivettük az edzésprogramból, itt készségfejlesztő, játékos feladatokkal vezetjük rá őket magára az ökölvívásra. És ide egy kicsit lekapcsolom majd azt az akadémia rendszert, amit szeretnénk felépíteni. Itt pont ez lesz a cél, hogy ne 6 éves kortól kezdjen el bárki egy adott sportágat, mert 14-15 éves korára már ki is éghet. Lesz egy 7-től 10 éves csoportunk, 10-től 14, és teljes olyan edzésprogramot fogunk adni nekik, amiben vannak motorikus készségfejlesztők, mozgáskoordináció, cél, célkitűzés, célmegvalósítás, ezáltal kapnak egy mentorprogramot és egy nagyon erős alapképzést mindenféle sportágra. Tehát lesz benne kis kosárlabda, kicsi foci, kicsi ökövívás, megtanítjuk őket esni, tehát egy ilyen komplex bázist szeretnénk építeni, és 14 éves kortól pedig lesz sportágválasztás. És onnantól már élet lesz a gyerek is, hogy melyik irányba szeretne elmenni. Nem tudom arra, mennyire rálátásod van akár Fehérváron, akár országosan, hogy az ökölvívással kapcsolatban annak idején azért az egy toposz volt, hogy a társadalmi felzárkóztatás, esélyegyenlőség megteremtésében a sporton belül ez egy olyan sportág, amit tényleg elkezdhetnek a legszegényebbek is, azok is, akiknek esetleg nincs lehetőségük komoly egyesületben más nagy sportágokat űzni. Teljesen nyilvánvaló volt, és mindig volt rá példa, hogy a roma gyerekek közül ugye nagyon sok bunyós kikerül, elmennek és megkapják a lehetőséget, hogy van-e ma még a bunyónak ilyen szerepe, és látod-e ebben is a ti feladatotokat? Felzárkóztatás részben abszolút, de viszont minden országnak, bocsánat, minden városnak, megyének teljesen mások a sajátosságai. Tehát nem tudunk itt ugyanarról problémáról beszélni, mint mondjuk Borsodban, vagy itt, és mondjuk Budapesten. Tehát egy ökölvívó terem, én azt gondolom, hogy az országban mindenki számára nyitva állnak, legyen a szegény, gazdag, vagy középcsalád, teljesen mindegy, mindenki számára abszolút nyitottak ezek az egyesületek, és lehet csatlakozni, ki lehet próbálni. Én azt gondolom, hogy minden edző a maga szintjén próbál segíteni azért, hogy a tanítványa legyen, hogy segítsen, hogy valami tanítson, továbbadjon bárkinek. Szerintem ez abszolút egy nyitott dolog ma is. És ti egyébként elmentek a gyerekekért iskolákba, vagy toboroztok, vagy várjátok, hogy betérjenek? Toboroztunk is, de az nem volt annyira hatékony. Tehát volt sulis programunk, ahol elmentünk testnevelés során bemutatót tartani. Nem figyelnek úgy a gyerekek, és nem jön át nekik ott rendesen szerintem. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha magától úgy érzi, hogy le kell jönnie, hogy ki szeretné próbálni. Ezt nyilván próbáljuk kommunikálni a platformainkon, de ilyen konkrét toborzásnak nem lett olyan nagyon hasznos eredménye. Most van egy sulis programunk, bocsánat, az István Király Általános Iskolával. Ők például dupla tesikre átholdják hozzánk a mi termünkbe, ugye ott vagyunk közvetlen egymás mellett, a 7. és 8. osztályosokat. Az egy kicsit hatékonyabb rendszer, úgy gondolom. Hát ott esetleg ráérezhetnek, ha más nem a mozgásnak az örömére, a lehetőségeire. Térjünk át akkor erre a gálának a programjára, illetve arra, hogy kik lesznek. Mondtad, hogy sok fehérvári fiatalnak akarod megadni a lehetőséget. Kiket láthatunk szombaton? Igen, a Videóton Box Clubból Pajor Patrik, Péntek Martin, Tasnádi Ádám, illetve ők ökölvívás szabályrendszerben, illetve Knitli Csaba, Kovács Martin és Szombati Gergő. Ők a Csabi és a Gergő, illetve a Martin is hozzánk járnak kézedzésre, de viszont eljárnak máshova lábazni is. Tehát mondhatni, hogy teljes érintettség lesz a Videóton Box Clubnak. Profiban van még egy kérdőjeles párosításom, ringbe lép Törteli Balázs, Junior Berki Ferenc, Sárközi Attila, és a főmeccs pedig Kéliti Tamással az öcsém lesz. Aki most hol tart a karrierjében, és milyen célokat tűztetek ki elé? Egy profi címmeccs az már nyilván azt jelenti, hogy ő már halad egy úton.
Igen, magyar bajnoki címért fog boxolni. Nagyon jól sikerült amúgy a felkészülés, és várom, hogy lássam bunyózni egy 10 menetre szóló, tehát 10 menetre lesz kiírva. Tehát ilyet még nem csináltam is. Külföldi tervek vannak főként, tehát mindenképpen ki szeretnénk menni külföldre is, bontogatni a szárnyainkat. Van terve, és lesz is hazai gála saját szervezéssel. Mondjak egy pár konkrétumot? Jó, májusban van egy Romániában egy gála, ott el szeretném menni mindenképpen, nyilván ez most még egy kicsit ilyen alkutárgya, de szeretnénk boxolni Lengyelországban is, és ősszel mindenképp hazai pályán újra. Egyébként az öcsédet te edzed? Igen. És ez milyen? Mert gondolom azért itt a testvéri viszonyt és szeretetet néha félre kell tenni, mert azért kőkemény meló felkészülni egy ilyen eseményre, tehát egy egész pályára. Igen, igen. Őszinte leszek, vannak néha holdpontok, de szoktuk viccesen mondani, hogy always together, tehát bármi van, mindig együtt. Úgyhogy ez a kis mottónk, ez elkísér minket az úton, úgyhogy nem szokott különösebb probléma lenni. Jó alany? Abszolút, abszolút. Nagyon tud dolgozni. Én annyira irigylem benne, mert én nem tudnám így csinálni, hogy ő. Tehát ami munkát ő beletesz, és félrerak, és csinálja heti 10-szer, eszméletlennek látom. Voltunk ki forgatni a héten, és készült vele is egy interjú, és ugye megfigyelt, vagy hát így megragadt bennem, hogy a mentális felkészülésről, a tanulásról, a lelki állapotba kerülésről is beszél, amire talán így kevés fény szokott, vagy hangsúly esni, pedig hát nyilvánvaló, hogy ez a sport egy olyan, ahol szó szerint, meg lelki, mentális értelemben is állni kell a pofonokat. Igen, meg kell találni mindenkinek, ugye ez főként egyénfüggő, tehát mindenkiről kell vezetni egy lapot, egy füzetet, hogyha egyéni sportolód van. Nagyon fontos az, hogy ő érezze a saját maga szellemi frissességét, naprakészségét, hogy végig tudjon vinni olyan dolgokat, amikor van mondjuk egy holdpont, ugye azért 10 menetre készülni már néha monoton, tehát a monotonitást meg kell szokni és meg kell szeretni. Ezt ugye olyan programokkal lehet egy kicsit frissíteni, rákapcsolódni, ami ki is kapcsolja egy picit. Tehát az, hogy olvas, az, hogy mentálisan képzi magát, az, hogy olyan dolgokat teszünk a magas sport mellé, ami tényleg ilyen kiegészítő, de elkerülhetetlen, ez azt látom, hogy neki is erőt ad, és plusz természetesen. Úgyhogy nagyon fontos rész ez is. És hát amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor mondtam, hogy most őt nem hívjuk el ide, nyilván most neki megvannak a maga feladatai, és te mondtad, hogy hát ilyen akkor a fogyasztás is elég érzékenyi, és kissé problémássá teszi ezt az időszakot. Most már könnyen megy neki, hála Isten. Emlékszem, amikor még így amatőr volt, hát akkor ezen a héten, tehát az utolsó héten már súlybeállítás, pörgetés van, mindig összevesztünk. De nem csak egyszer, hanem többször is, hát akkor nagyon nyugos volt. Most már profi lett ebbe is, nagyon jól kezeli, és végig is viszi úgy, ahogy az kell. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy most már profi. Jó, akkor még annyit a gáláról, hogy pontosan mikor kezdődik, és akkor hol várjátok az érdeklődőket? 17-15-kor van kaponyítás, 18-00-kor kezdődik a program, lesz egy sztár fellépőnk, az SMU el fog indítani minket egy jó kis menetelő zenével. A gála maga 18-00-kor kezdődik, az amatőrök szerintem lemennek egy ilyen 1-1,5 óra alatt, és akkor utána jönnek a profik, a Lakeside Hotelben tartjuk a rendezvényt. Hát reméljük, hogy sikerülni fog. Ez volt tehát az ökölvívós része a beszélgetésnek. Még maradt egy kis időnk, és azért azt gondoltam, hogy ha már itt vagy, és a videóton nem csak mint boxklub képviseled, mert rólad azért lehet tudni, hogy a Fehérvári foci csapat szurkolói közösségének is aktív tagja vagy, ugye nem csak az, hogy a meccseken ott vagytok és kíséritek a csapatot, hanem eseményeket szerveztek, beszélgettek. Hát mi nagyon sokat beszélgetünk ebben az idényben azért arról, hogy mi zajlik a foci csapatnál. Szurkolók még nem tudtak megszólalni, de gyanítom, hogyha most így markáns vélemény formálásra kérlek, akkor nem az elégedettség lesz a domináns benne. Szóval hogy élitek meg ezt a szezont, ahol hát nagyon úgy tűnik, hogy a dobogó elúszott a csapatnak? Nem csak a dobogó úszott el, hanem az, amit mi vártunk, és illetve hittünk egy vízióban. Itt a névváltoztatás óta lettek olyan ígéretek, egy olyan átrendezésről, változásról beszéltek, aminek akkor örülnünk kellett volna, de szerintem a szurkolók nagyja inkább azt mondta volna, hogy maradjunk videóton, és legyünk egy erős középmezőny, vagy néha jussunk el mondjuk egy dobogóig, és abból esetlegesen egy nemzetközi kupába.
Nagyon rossz a kommunikáció a klub részéről, azt gondolom, tehát egyértelműen látszik az, amikor mondjuk ott a marketing vezető valami nem tetszik neki irányunkba, akkor nem tesz ki rólunk képeket. Tehát ezek az üzenetek részünkről egyértelműek. Nagyon preferáljuk mindig azt, hogy őszintén beszélgessünk, van, amikor ez sikerül, van, amikor hatékonynak érezzük, de aztán látjuk, hogy nem. Itt, ami főként hiányzik, ugye az, hogy egy koncepció nem lehet kimondva. Srácok, gyerekek, szurkolók, itt ez lesz egy éven belül, 2-3, illetve lehet, csak ugye a Salec azt ígérte nekünk, hogy 3 átigazolási szezon után itt már nagyon jó csapat lesz, majd a Fradi mellett sunyogunk az oldalpályán, nem is tudom, már nem emlékszem annyira, de valami ilyesmi mondata volt. Nem lett belőle semmi, a játékosok hozzáállása borzalmas, tisztelt a kivételnek, ugye azért van egy-két olyan játékos is, akivel személyes kapcsolatunk van, tehát tudunk velük beszélni erről, de nyilván 3-4-en nem tudnak semmit csinálni egy csapatsportba. Nincsen következménye semminek, tehát az, hogy későn mennek edzésre, hogy magam milyen az edzésmunka, a meccsen hogy alakítalak, hogy nem. Hát azért van olyan klub itt Magyarországon, ahol ilyenkor bemegy a tulajdonos, berúgja az ajtót és rendet tesz, mondjuk egy Fradinál. Én úgy érzem, hogy egy kicsit markásabban kellene a vezetőségnek ezt összefogni. Alapvetően tehát akkor vezetési hibát láttok. Nyilván ott vagytok, minden meccsen szurkoltok, tehát azt azért nem mondhatja senki, hogy mondjuk a Red Bull Devils nem áll a csapat mögött, amíg a mérkőzés tart, a kritikai észrevételekkel együtt, és hát gondolom, hogy nem is könnyű kívülről azért teljesen átlátni, meg rálátni ezekre a dolgokra. Mi az, ami így abszolút feltűnik a pályán, vagy a csapat körül, ami szerinted problémás? Az, hogy következmények nélküli foci van egyértelműen. Tehát mindegy, hogy szerepelnek egy-egy játékosok, hogy nyújtanak, milyen, tehát mondjuk kiemelem a Heistert. Tehát az ő hozzáállása a játék fele, a szurkoló felé egyszerűen borzalmas. Most amíg ilyen játékosok itt labdába rúgnak, és nincsenek letéve kispadra, felalálátóra, addig nem fogja senki komolyan venni. Én erre azt tudom mondani, hogy ezzel párhuzamosan az RBD idén 30 éves, meg lehet nézni, hogy milyen fejlődésen ment keresztül. Hogy állunk a szektorba, Győrbe elmegyünk 300-an, csütörtöki napon. Tehát ezzel párhuzamosan tényleg olyan dolgokat csinálunk és úgy fejlődünk, amit a csapatnak is követnie kéne. Erre egy egyszerű mondattal válaszolnék, hogy olyan a brigád, mint a vezetője. Tehát nálunk azért nagyon sokan dolgoznak család, munka mellett azon, hogy ezeket a dolgokat véghez tudjuk vinni normálisan. Én ezt kicsit ezt hiányolom a klub részéről. És milyen lenne szerinted egy mai profi, tényleg azért teljesen más ma már nyilván a futball, mint akár 20 évvel ezelőtt, nem is beszélve arról, amikor ti alakultatok, hogy milyen lenne az ideális viszony egy mai ilyen körülmények között ennyi pénzből gazdálkodó professzionális klub és a mondjuk a szurkoló tábor között? Mit várnátok? Nagyon nehéz. Biztos, hogyha 5 szurkolót leültetünk ide, 5 más mondana ez ügyben, tehát ebben biztos vagyok. Az, hogy egy nyílt kommunikáció legyen, az az alapja. Az, hogy legyenek helyi játékosok, akiket láttunk felnőni, az is szerintem. Az, hogy a csapat gerincét olyanok adják, akik látszik, hogy fontos nekik a város, itt élnek a városba, és meghalnak minden meccsen, tényleg felszántják a pályát. Ilyenből ma már ritka van sajnos, de viszont ezek szerintem Fehérvárra elkerülhetetlenek lennének. Ahhoz, hogy jó nézőszám legyen, és hogy tényleg mindenki egy kicsit érezze a pezsgést. Én azt gondolom, hogy ez így, ami összeférne és kellene. Most egy hirtelen így megragadt, mert a héten volt nálunk benne ugye Gál Péter Pál, a Hokisok vezetője, és azt mondta, hogy ő náluk például bárkit szerződtetnek, kötelező szerződésbe foglalt, hogy Fehérváron kell laknia. Teljesen mindegy, hogy Kanadából érkezett, vagy Svédországból, vagy Finnországból. És hát régi probléma, hogy a Vidinél, vagy Mol-Fehérvárnál ez azért nem mindenkire igaz, már pedig nyilván ez a kötődés azért sokkal erősebb, hogyha az ember tényleg a mindennapjait egy ilyen európai mércével mérve azért kisvárosban éli. Igen, mi ezt mindig felhoztuk a bizonyos egyeztetéseken, tehát mi ennek hangot adtunk. Most erre már az a válaszom, hogy most már nagyon sokan itt laknak. De ugye van erre egy nagyon egyszerű példa, mondjuk a Nikolic. Tehát a Nikót mindenki azért szerette meg, azon felül, hogy természetesen nagyon jó sportember, hogy láttuk a családjával a belvárosba, oda lehetett hozzá menni, oda mentek hozzá a gyerekek, 2-3 szóra, egy fényképre, és ezáltal ráépült a városnak a kohéziójára, tehát ő egy lett közülünk, tehát ő tényleg itt építkezett, itt ide költözött, innen jár mindenhova, bármikor fölhívom én is akár, vagy mi személyesen leül velünk egy kávéra, tehát abszolút megvan az a nyitottsága, aminek szerintem a városnak szüksége van. Hát meglátjuk, én nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy a hátralévő időben mit tud kiharcolni a klub. Most volt 2 győzelem, bízunk benne, hogy legalább a rossz széria a múlté.
nagyon szerencsés esetben ugye még a nemzetközi kupaszereplés összejöhet, de hát az már nem csak a vidin múlik. Minden esetre az RBD-nek ezúton is boldog születésnapot, illetve kívánom, hogy még sok jó meccsen tudjatok szurkolni, és természetesen a gálához is sok sikert a mostani hétvégére. Köszönöm szépen, hogy köszönjük itt voltál. Köszönjük szépen, köszönöm. És a kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet. Boxgála tehát hétvégén a Lakeside Hotelben, akit a keményebb sport érdekel, láthat látványos mérkőzéseket, meg aztán persze majd a Vidit is a pályán hamarosan, viszontlátásra.